Sziasztok, Attila vagyok a házi buliból, hallgassátok ti is a Merci Rádiót, mert ott valóban csak magyar zene megy, a legkirályabb és a legnagyobb slágerek fiataloktól, középkorosztálynak, idősebbeknek és fiataloknak egyaránt. Merci Rádió, a legjobb magyar internetes rádió. Szomorú vagy kedvetlen, hallgatnál valami jó kis magyar muzsikát, akkor keresd minket, Merci Rádió, merci.hu. Minden este 10 órától 12 óráig élő kívánságműsor, a Baglyok randevúja, azaz a Baglyok éjszakája. Mindenkit szeretettel várok. Baglyok éjszakája. Merci Rádió. Estét kívánok, hölgyeim és uraim, tisztelettel köszönöm minden kedves rádió hallgatót. Önök a Merci Rádió éjszakai baglyok randevúját hallgatják. A mikrofonnál Hegedűs Erzsébet. És Trejna Miki. Szia, hogy vagy édesem? Szia, drágám, köszönöm szépen. Hogy telt a mai napod? Az újság, mi újság van itt a Fészon? A Facebookon. Nagyon sok minden van, illetve hát a szokásos, a barátok megvannak, jól vannak, köszönik szépen, született egy új kicsi Merci családtag is. A Vujic? Nem, egy másik. Igen, nagyszerű. Tudják a kedves rádióhallgatók, hogy ma egy prominens zenekarunk lesz a vendégünk? Biztos vagyok ki benne. Is írtam, tehát ott kell, hogy legyen mindenféleképpen. Várjál, úgy külföldiesen mondom pillanat. Magic of Music. Jó volt? Igen. Na. És akkor mondom, hogy Nagy Juditkának örömmel értesítem a Merci családomat, hogy a mai nap megszületett a pici unokám, 2200 gram, 53 centiméter. Fél hétkor nagyon boldogok vagyunk, mind a ketten, jól vannak anyukája és a baba is, sokszor puszilunk mindenkit, és kívánom mindenkinek legyen ilyen boldog, mint én. Puszi, hát... Nagyszerű. Nagyszerű, gratulálunk, és jó egészséget kívánunk. Na hát akkor kezdjük a család dalával. Melyik a család dala? Siher Feri nótája, hát Fekete Véremből. Fekete Véremből. Drága testvér, elmesélem az én életem. Roma vagyok, én nem is tagadom. A jó Isten így akarta, így teremtett a világra, anyám, apám, a legszentebb nekem. Fekete véremből cigány zene szól, szívből dalolok, szívemből dalolok, a világon mindenki barátom. Szeretem a családom. Fekete véremből cigány zene szól, szívből dalolok, szívemből dalolok, a világon mindenki barátom. Szeretem a családom. Fekete véremből cigány zene szól, szívből dalolok, szívemből dalolok, a világon barátom, szeretem a családom. Fekete véremből cigány zene szól, szívből dalolok, szívemből dalolok, a világon mindenki barátom, szeretem a családom. Tiszta szívvel elmesélem, miért élek én a családért és a testvéreimért. A
drágaságon két személyét bármit megteszek, ó Istenem, legyen mindig az enyém. Fekete véremből cigány zene szól, szívből dolog, szívemből dalolok, a világon mindenki barátom, szeretem a családom. Fekete véremből cigány zene szól, szívből dolog, szívemből dalolok, a világon mindenki barátom, szeretem a családom. Fekete véremből cigány zene szól, szívből dalolok, szívemből dalolok, a világon mindenki barátom, szeretem a családom. Fekete véremből cigány zene szól, szívből dalolok, szívemből dalolok, a világon mindenki barátom, szeretem a családom. Fekete véremből cigány zene szól, szívből dalolok, szívemből dalolok, a világon mindenki barátom, szeretem a családom. Fekete véremből cigány zene szól, szívből dalolok, szívemből dalolok, a világon mindenki barátom, szeretem a családom, szeretem a családom, imádom a családom. Imádom, szeretem a családom, hát ez egy nagyon kellemes mondat. Én is imádom a családomat, 1221 ember van, azt hiszem, most jelenleg igen, 1211-en vagyunk, bocsánat, mert aztán ma felvettünk egy új tagot, anya, képzeld el. Én az imént többet. De várjál, én rám kb. 24-en várnak. Vagy nem többen. De, itt írja nekem, semmi többen. Gond. Micsoda képeket töltött föl a Kon Györgyi, de jól néznek ki. Igen, nagyon klassz. Jó képű, fiatalos. Én nekem van egy kedvenc képem a Magic of Music zenekartól, én azt szoktam feltöltögetni, na mindjárt hamarosan fel is töltöm. Nagyon sokan vannak az oldalon, hál' Istennek. És hála Istennek, nagyon jó fotókat is tettek most. Ez kivétel. A kalapos, ez a... A Gulyásnyi Rabosé Marika nem csak azt, hanem a másikat is már le is mentettem, ezt még nem mentettem le, van egy másik fotó, amit föltett. Nekem nagy, ez nagyon szép lett. Ez bravo, gratulálok. Hú, micsoda szép feleségem van nekem. Na, látod, kérem, nem is szépen. Kell plasztikai sebész se. Hát minek az? Majd én, mikor felmérgesítesz. Szeretem a családom, merci, köszönöm. Ez, nem, ez Matulik Mária, mit ír be nekem? Azt mondja, hogy szépesít mindenkinek, merci családok, krumplit. Jó van, ezt jól felolvastam, ugye? Édesem, és milyen Matulik gyorsan. Marika. Igen, értettek belőle semmit, nem? De mindenki szerintem el tudja olvasni, persze, ami ott van írva, nagyszerű. Tehát aki meg nem csak kívülről hallgatja a rádiót, az meg úgyse tudja, hogy mit miről szeretné mondani. Miről van szó? Nagyon sokan hallgatják a rádiót, hozzáteszem. Ezt a Magic of Music-nak köszönhetjük, anyu? Mert minap is nagyon sokan hallgatták, de mondjuk hál' Istennek minden nap nagyon sokan hallgatják, de hogy az Attila is itt volt, akkor az is azért kicsit dobott a lanton, nem anya, egy picikét? Igen, mindig, hogyha meghívunk egy új előadót, az mindig egy más-más tábort talán. De én úgy gondolom, hogy ma egy kicsit fiatalos műsort adunk, ugye ebből? De a törzstáborunk akkor is megvan, és az ő kéréseiket mindenképpen és mindennek előtt teljesítjük. Akkor még mielőtt behúhognak, mert ugye ma későn húhogtak, vagy nem tudom, mi van ebből a húhogással, én legalábbis behúhogtam, úgy veszem észre, hogy igen, itt vannak a kedves barátaink, ahol van a galambos képem, én oda húhogtam, de addig még a de kedves... De én nekem többen húhogtak. Akkor itt ebből félreértés lesz, akkor most én hogy szerintem legyen? Is. Akkor hogy csináljuk? Ötlet? Mindegy, megvárjuk. Akkor megvárjuk. Akkor adjunk még le most egy kérést, és akkor fogadjuk el az én húhogásomat. Így van, jó? Hiszen már van is kéréseink is. Vannak na mindenféleképpen, úgyhogy azt nosza teljesítjük. Ne felejtsék el, hölgyek, urak, be van kapcsolva a telefonom, és hamarosan fel fogom hívni az én nagyon kedves kis barátomat, akinek kérdeztem, hogy bemondhatom a nevet, és azt mondta, hogy természetesen.
Az a neve, hogy Turóci Csaba. Szép név, nem anya? Csabi. Én nekem csak Csabi. De legszívesebben mindig csak egyszer majd ezt elmesélem majd későbbek föl, már nem lövöm el a poént, anya. Nem is szabad. Na, hagyjuk, mit kértek, és ki, látod, és miért, és hogyan. Látod, az micsoda egy fotó, amit a Cenki André barátnőm föltett. Egy kis esti nasi, hát ez természetes. Almás lepény, méghozzá milyen finomat tud sütni. És akkor itt ingerlít az ízlelő bimbóimat. Na. No, mindegy. Akkor Kovácsné Deák Erzsike kérte egy dalt a Magic of Music-tól az ő előadásukban. Úgy írta, hogy Lehetsz király című dalt szeretné hallani. Szívből szeretni téged. Így van, annyi. Szívből szeretni annyi. Tudomásom szerint, aztán ha úgy van, akkor javítsák ki, nehogy valami rosszat konferáljak be. Na, hát akkor csendüljön fel, hagyj szóljon. Önök a Merci Rádiót hallgatják, hölgyek, urak, az éjszakai baglyok randevúját. Ha nem tud aludni, vagy nem tud kávét főzni, vagy esetleg fáj a feje, kérem, kapcsolja be. Érdemes, ma este vendégünk a Csabika, én csak Csabikának mondom. Anya, miért van ez bennem? Azért, mert talán hozzám képest fiatal? Valószínűleg tartom. De majd megkérdezem, hogy hány éves, biztos el fog járulni, mi? Mert ő még elmeri. Legalábbis Attila múltkor azt mondta, hogy vénkecskének szólítanak, ugye? Igen. Mert ő Attila 24 éves, és ő meg azt mondta, hogy 16 évesek, de majd kiderül. Na hát, hölgyek, urak, én felraktam egy nagyon jó képű fényképet a zenekarról, és nagyon szépen megkérlek benneteket, hogy tiszteljétek meg a zenekart, hogy ki, ó, micsoda lemezeket rakott föl Kon Györgyi, nagyszerű. Anya, a Magic of Music aranylemezes lett? Na majd megkérdezzük ezt, Csavikát. Megkérdezzük, hogy akkor mi ez a platta, vagy alany, gold,
Nagyon nagyszerű. Nagyon szép plő, sőt, nem nagyon. Csak arany. Na majd kiderül, majd megkérdezzük. Katerina Pucova csak kaját rakott föl, de azért, ha megtisztelné Katikám egy jó Magic of Music fotóval, nagyon boldogát tennél, nem csak engemet, hanem mutassuk meg Csabikának, mert hamarosan fel fogom hívni, bekapcsolom adásba, hogy mutassuk meg neki, hogy Attilának felraktunk 50 méter fotót, akkor Csabikáiknak is szerintem fel tudunk rakni egy 50-et mi is, nem anya? Így van. Én legalábbis egy képpel hozzájárultam. Na kérem szépen, én egy dalt szeretnék bejátszani most a Magic of Music-tól, megnézem, hogy sikerülni fog, már pedig fog, és akkor tessenek, ismerik önök ezt a dalt? Tessenek figyelni? Szintén meg se tudok szólalni.
engemet úgy lenyűgöz ez a dal, akárhányszor hallgatom, hogy ezt a dalt, ez valahogyan megfog engemet. Ez nagyon szép dal. Én is nagyon szeretem ezt tőlük, ezt a dalt. És ugye eléneklik, hogy... és közben látom, hogy a Kovácsné Deák Erzsike föltette egy fotót, ami együtt készült a Móra Keresztúri. Hú, hát az fergeteges buli volt. És, aranyos vagy, Erzsike, köszönjük szépen. Igen, ez egy ilyen oldalfelvétel, de nagyon jó, igen. Aranyos. Nagyon az is jó, az is Magic of Music. És a Merci, és Attila. Nagyon jó. Köszönjük szépen, Erzsike. Anya, szerinted mennyi az idő? Az 24, én azt mondtam, olyan fél környékén. Egy dalt azért még beszeretnék indítani tőlük. Szerinted egy ilyen jó fiatalosat? Mit mondasz, anyu? Persze, természetesen. Na, hát még kell egy tánc. Legyen. Menjen egy tánc, akkor szabad táncoljunk, lesz. Hiszen nagyot táncoltunk. Na, hát akkor Mura Keresztúron is. Fel szeretném kérni. Felkérem az összes hölgyet, akik itt a környéken irogatnak. Aha, de én láttam, hogy a Deák Erzsikével táncoltál Mura Keresztúron. De most lassút táncoljunk, vagy gyorsat? Gyors, lassú. Ám legyen. Fogadják sok-sok szeretettel. The Magic of Music. Én akartam mindig is, hogy így legyen, így működünk mi ketten. Nem másokért teszem, ketten vagyunk, jó nekem, meg végre üdvös útra lettem. Csak gúnyolódtak rajtad ők, de minden győztek sorba már. Sorsod ti. Csak prototípővel voltam, ha füttyentettek, táncoltam, de többé nem leszek már. Csak addig volt erőt. Hívsz te még engem, kellek, majd meglátsz. Ó, micsoda hangok, anyu. Hallottad ezt a vokált? Én persze. Meg sem tudok szólalni, édesem. Mit szólsz? Hát ez, na hát, beköszönjünk a kedves fiatal hölgyeknek, uraknak, anya, mit mondasz? Megkeressem a
Húhogás? Persze. Na nézzük akkor. Azt mondja, hogy közben azért jönnek a képek. Ugye ez a Barabás Edina kedves hölgy is milyen jó képeket rakott fel. Nagyszerű. Na, akkor most megkeresem magamat, hol huhogtam. Szép leányokat rakott föl az Edina. Még magamat se találom. Nagyon jó ez az oldal, anya. Hú, ez aztán pörög. Pereg. Na kérem szépen, itt vagyok. Hát akkor tisztelettel köszöntök minden kedves csetelő barátunkat a Facebook oldalon, az Új Mersz Együttes kedvelők oldalán, a Lacik Marcsi kolléganőmet, szia, jó estét, aztán Ágica is itt van, Krabatni, Boda János, Szilárd, szia, jó estét, aztán a Matulik Mária és Marika is itt van, Huígy Andrea, Kon Györgyi, aztán sziasztok lányok, Jánki Zsuzsa, Fekete Lajosné, Piller Marika, szia Marika, Fehér Anna, aztán Fábiáni Ibolya, Hegedűs Erzsi, szia drágám, hogy vagy? Köszönöm szépen, én meg vagyok. Nagyszerű, Bognár Zoltán kollégám, szia Zolikám, hazaértél látom. Hullin Erzsi, kezű csókom, aztán a sógornőm Cenki Andrea édesem, ő is itt van, nagyszerű, örülök neki. Vak Isváni Terézi a farmjátékos, ha valakinek van buzája, eladó szóljon, de rost is vesz. Vagy Tritikálit, Pucs Sándor, szia Sándor. Krabát István megkapta gépet, anyam. No. Krabat István is itt van. Rabosrai Mária Gulyásné, kezi csokolom. Nagy Imréni Gyöngyi. Gyöngyi. Aztán kedves kollégánk Nagy Józsi. És még sorolhatnám a neveket, mert ma este ketté huhogtunk. És itt is van nálad is egy huhogás. Ó, ott is 22-en vannak fent. De ott vannak. Mindenki ugyan szerintem hát be. Katarina Pucova is például. Meg hát hagyd ne soroljam, most tényleg, hogyha valakit kihagytunk, akkor sajnálom, mert hibáztunk. Igen, nagy kettő felé szakítottuk a... Későn huhogtunk, igen. De én szerintem, hogyha esetleg a Csabi hallgatja a rádiót, azért jó lenne, ha az Új Mersz Együttes oldalra beköszönne, mondanász, hogy sziasztok. Lehet, hogy még nincs itt az oldalon. Na hát akkor szerintem én addig egy dalt elindítok, jó édesem, mit szólsz hozzá? Igen. Mert én úgy láttam, hogy kértek egy dalt. Igen, Gulyásné, Rabosai Marika, és igazán, ha valaki, akkor ő ma nagyon megérdemli, két olyan fotót is csinált rólam, amit nagyon tüneményes, és köszönök neki. Szertefoszlott álom című dalt kérte a Magic of Music-tól. Hát akkor csenduljon fel. Talál egy dallam, ki ott van mindig veled a bajban, tudom féltve őrzi titkaim tovább, gyere hát! Szertefoszlott álom ki, mégsem volt oly álom szép. Furcsa álom volt az élet, hogy mi vár rám, már jól tudom. Boldogan mindig visszanézek, követtél végig utamon. Tovább, gyere hát!
amikor megtalálom őt, várom még örökké. Önök a Mercy Rádiót hallgatják, hölgyek, urak, és a Magic of Music estét tartunk, ezt jól megmondta, Magic of Music estét, jó volt, tiszta volt. Nézd, a Katerinának is van egy képe, anya. Bizony. Te gondoltad volna, hogy a Katerina is szereti a Magic of Musicot? Mert én úgy tudtam, hogy Katerina csak a Siher Feri kedveli, de ezek szerint a Magic of Musicot is szereti, meg a Tilinger Attilát is. De szerintem minket is szeret egy picit. Ez úgy működik, hogy ez egy olyan csapat. Hogy itt mindenki mindenkit szeret, ez ebbe a jó. Igen. És én megmondom őszintén, most egy kicsit nem akarok büszke lenni, de nagyon jól esik a szívemnek, hogy egy héten belül két ekkora sztár tiszteli meg ezt a kis mezei falusi rádiót, anya. Te neked ehhez mi az? Mit szólsz tehez, édesem? Ez tényleg nagyon jól esik, tehát ezzel nyugodtan lehet büszkélkedni. Nagyon örülök, hiszen korábban is azért én úgy gondolom, hogy akár a Sihel Feri, akár a többiek, akik Bunyós itt voltak. Bunyós Pityú, Csocsesz, igen, Lovai László. Laci, Tolnai Andrásról nem is beszélve, tehát azért itt van egy olyan baráti kör. Jó Laci Betyár is. Igen. MC haver. Igen. Tehát azért vannak itt olyanok, akik én úgy gondolom, hogy folyamatosan ebben a kis rádióban hallhatóak is, és nagyon jól esik, hogyha néha-néha beköszönnek, hiszen Anna Mari is, Bébi Gabi. Hogyne, hát ők is voltak. Ők is bebeköszöngetnek. Tehát ez nagyon jól esik nekünk. Nem szeretném senkit sem megsérteni azzal, hogy kihagyjuk a nevét. Most ma egy ilyen est van, most Magic of Music, mint ahogy előtte Attila volt, és tényleg egy nagyon kellemes estét elbeszélgettünk. Remélem, megnézzük, hogy Csabikával is tudunk-e kellemes estét beszélgetni, jó? Na hát akkor kérem szépen, akkor megnézzük, hogy milyen vicces kedvében van, vagy milyen állapotban van, akkor felhívom, jó? Meg akkor megtárcsázom anyu, oké? Na, azt mondja, hogy csereg, ha minden igaz. Na kérem, csörög bizony. Csereg? Csereg bizony. Szép estét kívánok, uram. Jó estét kívánok. Szia Csabika, Miki vagyok. Szia. A Mercy Rádióból. Adásban vagy, Csabika? Szia. Jó estét kívánok. Jó estét kívánok, üdvözlöm a kedves rádióhallgatókat is, Erzsikét is, téged is, Miki. Nagyszerű, nagyon örülök, tisztán lehet hallani, és igen? Most akkor aztán rád zudítom a sok-sok kérdéseimet, de nem csak az én kérdéseimet, hanem a kedves csetelő barátaink is szeretnének egy pár olyan dolgot megtudni, amit eddig úgy személyesen nem beszélgettél a kedves rajongókkal. Mondhatom azt, hogy rajongók. Nem tudom, hogy bent vagy már az oldalban? Úgyhogy az oldalon az új messzenger. Figyelj, csak az előbb rákukkantottam. Na? Aztán felálltam a gép elől, mert jó, ugye... Okay. Szólt a rádió is, aztán nem akartam, hogy itt összegerjedjünk esetleg itt az éteren keresztül, hogy most éppen nem vagyok. Jó, majd a későbbiek folyamán azért jó lenne. Rá fogok nagyszerű. Mert megmondom őszintén, hogy fiatal zenekar létetekre, én nagyon őszinte leszek, nagyon, de nagyon sokan ismernek benneteket. Ez furcsa módon. Ennek nagyon-nagyon örülünk. De várjál, Csabikám, én nekem meg az a meglepő, hogy tegyük föl itt, most nézegetem az oldalt, most nagyon őszinte vagyok, mert ez a rádió az őszintesség rádiója. Még így is lehetne jellemezni. Én látok itt például egy Barabás Edinát, akinek az arca fiatal hölgy. Oké, de úgy képzeld el, hogy tudod, nálunk az a trend, hogy mindenki 24 éves. Ezt te tudtad? Igen. Hallottál róla? Hallottam róla, igen, mesélte apa. Apa? Hú, majd erre visszatérünk. Na, visszatérhetünk nyugodtan. Az a lényeg, hogy voltak éppen ez egy kicsit konzervatív csatorna, voltak éppen, most a Facebook oldalról beszélek, és többnyire már a 24 évet elmullották a hölgyek, urak, és ha hiszed, ha nem, megkértem őket, hogy na nézzük meg akkor, hogy hogyan meg, miképp van ez a Magic of Musicos fotók. És megleptem, hogy dalokat kérnek tőletek, bocsánat, a többes számba, és az az egy kis fiatal hölgyen kívül
nagyon sok fiatal hölgy és úr van a csapatban, mindenki 24 éves, de meglepő módon rengeteg fotót töltöttek fel rólatok. És hát ennek nagyon örülünk, köszönjük szépen. De mondom, hogyha majd bejössz, akkor te is meg tudsz győződni erről, hogy hoppá, micsoda buli. Na, én... Kérem neked, hogy meg fogom kukkantani. Hát persze, figyelj, de először is azzal szeretnélek tégedet zaklatni, hogy én láttam egy olyan fotót, hogy volt a kezetekben, már is megkeresem, egy kép, és a képben volt egy ilyen arany korong. Igen. Erről egy kicsit, ha lennél olyan kedves beszélni, mert tudomásom szerint ez aranylemez? Aranykorongunkról. Hoppá! Igen, ez egy aranylemez. 2010. május 25-én jelent meg az első nagylemezünk, hogyha még jól emlékszem erre. És hát nagyjából olyan nyár végén került a terjesztőkhöz, és december páradikán Atinak a nagy koncertjén, hát ilyen mondhatni hideg zuhanyként ért minket, hogy mindösszesen 4-5 hónap alatt aranylemez fokozatot érte el ez az első nagylemezünk, ami megjelent. Én nagyon fantasztikus, gratulálunk hozzá, és a kedves kollégáknak is, és megmondom őszintén, hogy tudod, én is 24 éves vagyok, de nem most kezdtem. Igen. És mikor én kezdtem még az 1800-as években, akkor 100 000 volt az aranylemez. Hát azóta egy picit lentebb ment a, De jó hangyányit lentebb ment, de most, amennyi összeg, azaz a szám sokkal szerint, sokkal nehezebb összehozni egy aranylemezet. A kevesebbet, igen. Én nagyon... Valóban, igen, mert hát ugye azt a kort éljük, amikor mindent le lehet húzni az internetről, amikor egy ügyesebb hacker, vagy akár egy otthon ülő valaki, aki csak úgy hobbiból foglalkozik a számítógépekkel, ő is le tudja tölteni bárhonnan internetről. Micsoda? Erre mondok neked valamit, ez tegnap előtt történt velem. Személy szerint velem. A YouTube-on van egy csatornánk, azon címe, az a neve, hogy Merci Együttes 1-es. Úgyhogy már ugye van még egy. És képzeld el, hogy az összes albumon felraktam a 4 lemezt, és az összes klippet sorolhatnánk. És ez mondom, hangsúlyozom, YouTube-e, vagy igen, hogy jól? Igen, van ahhoz is letöltés persze, program. De hagyjam, hogy letöltés, pillanat, most kapaszkodj meg, Csabika, letörölték! Az összeset! Érted? Hogy egyszerűen ezek a hackerek olyan ügyesek, hogy csak gratulálni tudok nekük. Én ki is írtam ezt nekük. Nem értem. Valaki. Nem érted? Pillanat. Értem én, amit mondasz, csak olyan fura érthetetlen. Furcsa, érted? Pontos, a számomra is, de mindegy. Hát, nem tudom, hogy minek köszönhetem ezt a népszerűséget. Minket is nagyon sokan szeretnek különben. Hál' Istenre. Üdvözlöm őket innen a messzi távolból, Zalaegerszegen vagy van a stúdiónk. És aranylemezes voltatok. Voltak éppen, mi ennek a lemeznek a címe? Hogy tudják meg a kedves rádióhallgatók? Az első nagy lemezünknek, várjál, hadd gondolok, azok egy picit nem nagyon régen voltak. Te is olyan vagy, mint én? Igen, 1823 környékén adtuk ki ezt a lemezt valahogy. Aha. Ilyen piros volt neki a borítója, arra emlékszem. Én csak a címét szerettem volna tudni, hogy esetleg a rádióhallgatók tudják, hogy megkeressék esetleg, hogy... Azt hiszem, az lehetett neki a címe, hogy Új csillag gyúlt. Hát igen, ez egy nagy csillagullott, 3 darab csillag. Csabikám, milyen viszonyban vagy a kollégákkal? Hát mondhatjuk azt, hogy testvéri viszonyban. Nem véletlen, hogy a fiú kollégát, a Szabikát én nemes egyszerűséggel csak öcsikének szoktam becézni. Akkor ezek szerint ő a fiatalabb? Igen, ő a fiatalabb egy pár évvel. Meg hát Szandikával is igazából tényleg olyan, mint hogyha a kisfugom lenne, tehát mi rendszeresen igazából nagyjából egy ilyen 10-11 éve ismerjük egymást. Nagyon jó. Most a Csabi, nehogy félre és csak a Facebookos oldalon, akik vannak, azoknak a kedvéért el szeretném mondani, hogy te vagy a barna hajú fiú. Így van, én vagyok a barna hát én hajú, tudom, csak a Szandika. Igen, csak tudom. Szörően a Szandika meg a lány. Hát igen. Ha ez valakinek nem lett volna egy világos. Hát megvan minden a Szandikának, szerintem észre tudják venni a kedves férfi barátok, ismerősök, hogy ez egy nagyon csinos hölgy. Igen, elég erős mellben. Jó a tüdeje. Igen, nagy a tüdőkapacitása neki. Hát ezért tud ilyen nagy levegőket venni gyomorra. Csabi... Szép magas hangokat ezért tud kiénekelni, ilyen hosszon tartani. Csabi, nem tudom, hogy ők is be vannak kapcsolva? Hallgatnak minket? Megmondom neked őszintén, hogy őszintén. Nem beszéltem velük, mert hogy hát időközben kicsit szétszakadtunk.
aztán ők is máshol laknak, meg én is, és így nem igazán volt időm arra, hogy rájuk csörögjek, hogy legalább az adást hallgassák hát meg. Hát azért jó lenne, és nem lehetne megoldani, hogy esetleg most útközben rájuk csörgetsz, és én visszahívlak, esküszöm, mert olyan jó lenne ők igen, is. Csak nekem ilyen hipszúp okos telefonom van, jó. Gyorsan is, és közben írok nekik egy SMS-t, hogy kapcsolódjanak be a Merci rádió oldalán ebbe a kis rádió beszélgetésbe. Aha. Már ki is vagy hangosítva. Jaj, de jó! Még rosszabb nem, legyen hogy, az adásunk. Hogy romlott valamennyivel a hangunk? Nem, jó ez, még ez elfogadható. Ez még elfogadható. Nagy rendben szerű. Van. Azt mondja, hogy egy fél pillanatot kérek. Jó, figyelj ide! Maradjunk annyi, hogy addig egy számotokat elengedek, jó? Van és visszahívlak, jó? Vannak kéréseink. Vannak kérések, mert aztán kérik ám a dalaitokat, Csabi. Furcsa módon, képzeld el. Miért furcsa? Csak azért csodálkozom az egészen, mert igazából te egy nagyon vidám, humoros srác vagy, Csabika, és most olyan kicsit olyan visszafogottan Csabi, viselked. Hagyjad, nem fontos, hagyjuk, nem számít. Csabi, nem számít. Nem számít, nem éri meg, ne foglalkozz vele. Jó, Csabi, most egy számot beadok, leteszlek és visszahívlak a szám végén, jó? És addig tudod értesíteni őket, oké? Okay? Mikikém a túl is vagy, tehát az öcsike az már tud róla. Most még mindjárt akkor dobok egy üzenetet a Szandikának. Hát ezeket az üzeneteket te nagyon gyorsan csinálod. Mert jó a telefonja. Figyelj, muszáj. Én tudom, hogy iPhone-od van, tudomásom szerint. Igen, neked igen, is. Igen. Nekem is az van. Igen, hát sajnos már most nem mondhatom el, hogy a legújabb, mert időközben ugye piacra dobták a még újabbat, nagy bánatomra, de majdnem a legújabb. Én úgy hallottam, hogy 250 ezer forint. És Amerikában 300 dolcsi az ötös. Figyelj csak, megmondom neked őszintén, én ahogy informálódtam az ötösről, az itthoni kezdő ára olyan 210 ezer forint. Akkor én drágának tartom. Csabi, hagyjuk a telefonokat, mert a végén még félreértik. Hagyjuk, nem éri meg. Ne foglalkozz, nem éri. Na, nem már Attilát akartam neked mondani. Na le Attila, ne Csabi, Attila, ezt ne Csabi. Engedd meg, légy kedves. Ez provokálás voltam. Ne öregítsd. Csabika, először is lazítsál, mert ez egy kis egyszerű falusi mezei rádió. Jó? Lazítsunk, jó? Ezt azt hiszem, ma már hallottam egyszer egy ilyen visszajátszott beszélgetésbe, azt hiszem kedd éjszakáról ezt a kifejezést. Igen? És akkor is megkacagtam, meg most is megmosolyodtam itt magamban, mert azért, ha én jól vagyok informálva, nem biztos, hogy falusi rádió ez. Nem, városi. Zalegerszeg. Hát, Csabika, én az imént, nem tudom, mielőtt még nem beszéltünk, épp egy pár mondatot említettem, hogy büszke vagyok rá, és nagyon, de nagyon örülök, és mindenkinek nagyon szépen köszönöm, azoknak az előadóknak, akik megtisztelnek minket a jelenlétükkel, a dalaikat játsszuk, mert tudod, ez a 100%-os magyar mottónk, mi úgy vagyunk vele, hogy nálunk nincs külföldi. Semmi. Igen, láttam, hallottam, és igazából én azt gondolom, hogy ez számunkra megtiszteltetés, hogy felhívtok bennünket, és bekapcsolódhatunk ebbe az adásba. Tehát ezt én nagyon, nagyon jó dolognak tartom, tök örülök neki, hogy rám csörögtél éppen igaz zuhanyzás közben, kiugrasztottál a zuhanykabinból, miközben én ott a trópusi eső alatt álltam, de semmi probléma, mert este a Merci rádió adásában lehetünk, és ennek nagyon-nagyon örülök. Jó, ez Csavika, ez most cinikus, jó popisztál velem, Csavi? Nem, tényleg nagyon örülök neki, Miki. Nagyon szépen tényleg köszönjük. Nagyon örülök neki, csak hát pont nem örültem, hogy kiugrasztottál a zuhany alól. Habos volt a fejed legalább? Azt nagyon, igen, habos volt a fejem. Jó. Az jó. Majdnem elcsúsztam a... Jó. Na, azt arra oda kell figyelni. Nagy de? Igen. Én legalább a meleg lakásban vagyok. Nem. Ez jelzés, hogy nem autóban, így hát van. Hát ez olyan szerencsétlen volt ez az egész. Ez nagyon sajnáltam Attilát különben. De nem tudom, hát megoldottuk. Á, figyelj, hamar befűt ez az autó, hidd el nekem, hamar befűt. Nem kell félteni, szerintem sem. Nagyon-nagyon jó. Hamar befűt. Én nekem ide be van készítve a kis kólám, a cigaretta, minden. Aha, itt van. Jó van. Kényelembe helyettem magam. Nagyszerű. Várom akkor a hívásodat, Miki. És nem, most már nem engedd meg nekem, hogy én kérdezzek valamit, jó? Értesítetted a kollégákat, így akkor ezek szerint ők is hallanak most minket. Van nekünk egy olyan kérdésünk, amit szeretnék föltenni. Szeretném megkérdezni
Baki Istvánné Terike, hogy mik a céljaitok közvetlenül, és mit szeretnétek még elérni a zenei pályán, hova szeretnétek eljutni. Tehát a jövővel kapcsolatosan érdeklődik a Terike, hogy mi a célod, céljaitok. Na, erre. Hát ez egy nagyon összetett, igen. Nem, ez egy nagyon jó kérdés. Kérdés, igen, igen, ezt akartam mondani. Hát az az igazság, hogy annak 3 évvel ezelőtt, amikor ugye mi összetalálkoztunk Atival, és megkaptuk ezt a lehetőséget, akkor mi nem is gondoltunk arra, hogy egyáltalán idáig eljutunk, ahol ma vagyunk. De most azt kell mondanom, hogy a kedves hölgy az nagyon megfogott ezzel a kérdéssel, ugyanis soha nem gondolkoztam még el ezen, hogy mik a céljaim. Mindig csak örültem annak, hogy mehetünk fellépni, és ezzel örömet okozhatunk az embereknek, és azt gondolom, hogy ez talán ez a legfőbb cél, hogy azoknak az embereknek örömet okozzunk, akik szeretik a zenét. Igen. És hát talán még a célok közé sorolnám azt, hogy olyan magas szintre fejlesztük ezt az együttest, olyan magas színvonalra szintre juttassuk fel a zenénket, hogy ez egyedülálló legyen Magyarországon. Talán még ezt mondanám ilyen főbb, fő célnak. Uh-huh. Meg azt, hogy jó sokáig szórakoztathassuk a kedves közönséget. Szerintem ez a legszebb mondatod. Igen, hogy a közönség. Igen, a közönség centrikusak vagytok is. Azt mondta az igen. Attila, hogy amikor fönt van a színpadon, és ugyanilyenek vagytok ti is, hogy nem érdekli, szeret fönt lenni a színpadon, és szereti látni a csillogó szemeket, az arcokat, mint ahogy mi is, és gondolom, hogy ő azért látta meg bennetek ezt a dolgot, mert ugyanolyanok vagytok ti is a színpadon. Csillogtok, ragyogtok, és akartok adni. És úgy tudom, át is megy az, amit csináltok. Nagyon széles körben énekeltek dalokat, és mégis van egy sajátosságotok, van egy egyéniségetek, ami mindenkinek kell, mert hogyha az nem alakul ki, hogy tényleg legyen egy sajátsága, egy egyénisége, akkor belemegy, mint a levesbe a bab, sok van belőle. Csabika. Így van. Én azt szeretném tőled megkérdezni, én személy szerint azt szeretném megkérdezni, hogy mikor az utcán vagy, mentek, gondolom felismernek benneteket. Igen, elő szokott fordulni. Majdnem ellopták a lányokat, nem megyünk utánok, ellopják a fiainkat. Ezt te hogy akceptálod, ezt hogy reagálod le az egészet? Ez neked jó, rossz, mert tudod, nagyon sokan, na azért inkább nem befolyásolak, a te véleményedet szeretném. Igazából, hát az elején, amikor így először, másodszor megismertek, az egy hihetetlen, leírhatatlan érzés volt. Nagyon-nagyon jól esett az, hogy megismernek emberek, ha nem ismernek, oda jönni hozzám, csak összesugnak a hátad mögött, mosolyognak. Néznek, mosolyognak. Tényleg nagyon-nagyon jó érzés volt. Aztán hát ahogy ugye haladunk előre, egyre több tévé, egyre több fellépés, egyre több helyen megfordulunk az országba, úgy egyre többen megismernek, és én azt kell mondanom, hogy én ennek nagyon örülök. Nyilván vannak olyan előadók, akiknek ez valamilyen szinten már terhes. Van olyan pillanatom nekem is, amikor épp a részegekről beszélsz? Nem. Van tényleg olyan pillanatom, amikor én is arra vágyok, hogy csak most végig akarok valahol sétálni egyedül. Olyankor nem biztos, hogy jó, amikor akkor is megismernek, de azt gondolom, hogy az ember, amikor erre a pályára lép, és valamit adni akar a közönségnek, akkor ezt is vállalja vele együtt. Ezt nagyon jól fogalmaztad meg, így van, ez igaz. És én személy szerint nagyon örülök neki, amikor megismernek, olyankor mindig hízik 5 kilót a májam. Aha. De érdekes módon nem látszik meg rajtad. Igen. Még egy másik kérdésem lenne. Van-e példaképed? Vagy példaképetek? Ez is egy nagyon jó kérdés. Igazából példakép. Hát én, akitől nagyon-nagyon sokat tanultam eddig, az nyilvánvalóan Ati volt. Akit így példaképemnek mondanék, az talán ő, hiszen azért felmegy a színpadra, és
és olyan varázslatra képes, amire még mi soha nem voltunk eddig képesek, amit még azért el kell lesni, el kell tanulni tőle. Ha viszont a zenei részét nézzük, akkor igazából én a külföldi előadók közül nagyon szeretem a ugyancsak pofátlanul fiatal Justin Biebert, a Chris Brown-t, a The Wanted együttest. Ne szidd anyámat, Csabikám. Én igen. Értem. Na most ezekből a zenekarokból a stílust, a mozgást, a hangzást lesítek el, vagy csak úgy, vagy szeretnétek ezeket utánozni azért példaképpen, mert például, most én nem akarom beléd folytani a szót, én mikor még fiatal voltam, én nekem Elvis Presley volt a példaképem, és képzeld el, van most is, a mai napig is olyan dalom, amit egy az egybe le tudok kopizni. Mert annyira imádtam és szerettem, de hát ez nem jó, mert ugye nektek van egy saját stílusotok most már. Nekünk van egy saját stílusunk, amihez nyilván nem illik egy Justin Bieber, vagy egy Chris Brown. Nekem például, ha azt kérdeznéd tőlem, hogy Justin Bieber miért a példaképem, akkor azt mondanám neked, hogy azért, mert ez a srác 13 éves kora óta nem állt meg. 13 éves kora óta folyamatosan úgy dolgozik, mint egy felnőtt. És ez azt gondolom, hogy ez egy baromi nagy dolog, hogy ő így fel tudta építeni saját magát, nyilván persze felnőtt segítséggel, de hát azért egy 13 éves kisgyerekből egy világsztár lett belőle. És nekem ez a munkásság az, amire azt mondom, hogy ez igen, ezért tisztelem ezt a kis csávót. Igen. Csabika, van, ne haragudj, hogy Csabikázlak ám, ezért nem haragszol, ugye? Nyugodtan, jó. Na, mindegy, nem éri meg haragudni. Hagyjad, nem fontos. De majd elmeséljük ezt a sztorit. Csabi. Most akartam ugye egy nagyon jó kérdést felrakni, és akkor tessék, elveszi a szálat, kivetted, az belenyúltál. Azt akartam megkérdezni, hogy hármatok közül van kizárólagos olyan, hogy zenekar vezető? Vagy rangidős, vagy valami? Ilyesmi ehhez hasonló? Zenekarvezető igazából ilyet nem mondanék. Hát azért... A rangidős az nyilván én vagyok, mert hogy én vagyok hármunk közül a legidősebb. Majd visszatérünk erre az évekre. Igen? De igazából mi mindig mindent megbeszélünk. Tehát, hogy soha nem döntünk a másik nélkül, soha nincs az, hogy esetleg az öcsike vagy a Szandika azt mondja, hogy már pedig ez így lesz, és akkor az úgy lesz, hanem mi leülünk szépen, és akkor megtárgyalunk mindent. És a későbbiek folyamán nem lesz ebből gond? Szerintem nem. Nem. Hogyha nem, így ezt, megszokták. Ez 3 éven keresztül eddig tökéletesen frankon működött. Tök megszoktuk ezt a rendszert, és azt gondolom, hogy ezzel innentől kezdve nem is lesz soha többet gond, probléma. Értem. A dalokat azt hogy választátok ki? Az, hogy valakinek... Nagyon egyszerűen. Bejön valami? Igen? Ne, tök egyszerűen leülünk egy számítógép elé, előszedjük az összes létező musicalt, amit valaha elénekeltek, és válogatunk. És mikor mind a 3 szavazat igen, akkor azt mondjátok, hogy akkor hajrá. Hát megy legalább 2 a 3-ból. De ez így jó, a több, így van, többség dönt. Aha, értem. De hát egyébként, amik eddig lemezre kerültek dalok, azok általában ilyen egyöntetűen döntöttük el, hogy na ez kell. Na de jó döntés is volt. Szerintem, mert a hangzás világotokhoz rettentően jól megy. Én szerintem nekem tetszenek, tehát ahogy előadjátok őket, jól megy a hangok, jól összeillenek, illeszkednek. És ez nem csak az én véleményem, és nem kell pudereznem szerintem, mert nincs miért. Minap kaptam egy lemezt. Igen, mondjad, édesem, parancsolj. Csak ez jött vissza felénk, amikor ugye voltunk több helyen már, és mindenkinek ez volt a véleménye rólatok, ahol igen, beszélgettünk. Nagyon örülünk, hogy igazából sokszor fogalmam nincs nekem például, hogy mitől működik a dolog, csak azt látom, hogy működik. Ez a legjobb. Ez a siker. Nagy része van ebbe a daloknak is. Hogyne, természetesen. Volt ebben nyilván segítségünk is, mert hát hazudnék, ha azt mondanám, hogy Ati egyszer sem segített abban, hogy kiválasztjuk a dalokat, mert nyilván segített, meg együtt döntöttünk el mindent. De hát akkor ezek szerint jól döntöttünk. Igen. Belehallgattam a lemezbe, amit kaptam tőled, vagy tőletek, és végighallgattam az összes dalt, megmondom őszintén, és úgy megakadtam egynél, kettőnél, mondom, hoppá. Például 220 felett, az hogy került be a pakliba? 220 felett? Igen.
Az hát is az úgy volt, ismerem én, hát ismerem, csak úgy furcsálottam, de még hagyjám, de legjobban, amikor hallgattam a Szemedben könnyek, hoppá. És a 220 felett visszatérve rá nagyon jól szól, hogy mondom, nagyon sok előadó megígyelhetné a hangzást. A hangzással hát kapcsolatban... Azt jó, most be kell valljam töredelmesen, hogy a hangzásvilágot azt nem teljes egészében mi találtuk ki, mi csak arra törekedtünk, hogy ezeket a musical dalokat populárisabbá, hallgathatóbbá tegyük minden réteg számára. Uh-huh, igen. Aztán innentől kezdve a kedves hangszerelő barátunkra rábíztuk, hogy... Akkor nagyon, nagyon ügyes, le a kalappal, gratulálok igen, neki. Térjünk vissza erre a szemtelenül fiatal zenekarra. Megkérdezhetem, hogy hány évesek vagytok? Na persze, bármit meg lehet kérdezni. Na hát akkor most... Válaszolsz is. Na most egy pillanat, most... Mindent meg lehet félsz, hogy kérdezni. Képzeld el, nem hagy békén egy légy, Csabi. Egy légy? Egy légy. Az imént majdnem fellökött. Felállt. Bejött egy őszintén. Pofátlanul fiatal, mint még. Igen. Na, akkor kérdezhetem? Na jó, mondjuk tegyük fel a hölgy. Na, akkor tessék. Hát csupa fül vagyok, mert mindenki a szeret. A hölgyike, az én drága, kedves, pici Szandi Hugicám. Nem fog megharagudni? Nem hiszem. Jó. Remélem nem. Igen? Vagy nem tudom. Na mindegy, hát lényeg. Nem érdekes. Egy pár napon belül lesz 19 esztendős. Igen. Az én drága öcsikém, az körülbelül egy másfél hónap múlva fogja tölteni a 18 évet, tehát most lesz meg nagykorú. Húha. És én pedig május végén töltöttem a 22-t. Akkor ezért vagy te a rangidős, értem. Nagyon, hát az öreg. Júj, már nagyon öreg vagy. Nagyszerű. Így, hogy elgondolkodom. Ugye, majdnem 24. Hú, igen, nagyon. Mindjárt 24 leszel te is. Csabi, én tudom, hogy van nálad most valami olyan koncentráció, valami, ami egyszerűen így a telefonon keresztül átjön, és én nekem valahogy nagyon feszült vagy. Nem? Csabi? Nem vagyok én nem? Igazából feszült, csak egy hangyányit fáradt. Az semmi. Az imén tusoltál, most föl kell, hogy dobodjál. Csabi? Fel vagyok frissíve teljesen. Nagyszerű. Igen. Én azt vettem észre, hogy... Ugye mi találkoztunk tévéfellépéseken itt-ott amut, és mindig futunk, és mindig szaladunk. És ugye és ezáltal nincs időnk meghallgatni a másik produkcióját. Sokszor van igen, ez így, igen. Na most én azt vettem észre, hogy most hétvégén voltunk, vagy az előtt héten? Mikor voltunk azon a közös... Múrakeresztúra? Igen, Múrakeresztúra akarok. Most hétvége volt. Igen. Várjál, milyen nap? Péntek van, ez szombaton volt, holnap lesz egy igen, hete. Igen, igen. Én azt vettem észre, hogy ti megfogtátok a fiatalokat, ugye eleve a kinézetetek, a dalok, a jóképű fiatal, igen, és közben a középkorosztályt is fogjátok. De tisztában vagy ezzel? Igen, észrevettem ezt én is bulikba, és pont abból kiadódóan van ez, ahogy te is mondtad, hogy ugye a fiatal csajokat, vagy a fiatal srácokat nyilván a kinézetünkkel sikerül hál' Istennek megfogni, azért ezen sokat dolgozunk, hogy ez így is maradjon. Az idősebb korosztály meg... Középkorosztály, mert nálunk nincs... Igen, nálunk nincs így értettem én is, csak tudod, próbál az ember mindig illedelmes lenni, mert ilyen pofátlanul fiatal. Na szóval hát valószínűnek tartom, hogy ők pedig azért szeretik a zenénket, mert van mondani valója. Pont ezért választottuk a musicaleket, mert mi mindig ezekben voltunk otthon. Világéletünkben musicalt énekeltünk, ezeket a dalokat szeretjük, meg tényleg ez az a zene, amit igazából mindenki meghallgat, aki egy kicsit is szereti a zenét. Értem. Elmesélek egy rövid sztorit neked, jó? Ez a kedves rádióhallgatóknak is figyelmében ajánlom. Vagyunk a színpad mellett, és akkor ott beszélgetünk, hát olyan kis egyszerű dolgokról, és akkor a kis hölgy azt mondja, hogy jaj, olyan fáradt vagyok. Mondom, mosolyogjál már, pici lány. Jaj, ennyit nem aludtam meg, annyit nem, meg itt voltam, meg ott voltam, és felment a színpadra, anya is, és mintha kicserélték volna. Egyszerűen repültetek. Érted, hogy ezzel mit akartam mondani? De ez egy normális dolog szerintem. Igen. Hát amikor a színpadra felmegyünk, akkor minden megszűnik. Igen. Akkor egyetlen egy lényeges dolog van, az, hogy a közönség jól érezze magát. Pontosan. És nem számít, hogy az ember beteg, vagy fáradt, vagy mennyit utazott, vagy éppen mi a problémája,
mert a színpad, én azt gondolom, hogy ez egy szent dolog, és pont, nem is tudom, körülbelül egy hónappal ezelőtt lehetett ez egy fellépésen, amikor a Szandival beszélgettem, mármint a Pintácsi Szandival. Igen. Ott, és úgy fogalmazott nekem, és nagyon helyesen fogalmazott, hogy ő szeret meghalni a színpadon, mert hogy az egy szent dolog, és ott semmi nem számít, csak a közönség. És én maximálisan egyetértettem ebben vele, mert tényleg azért megyünk fel arra a színpadra, hogy szórakoztassuk a közönséget, nem másért. Igen, igen. Na, Csabikám, hogy állsz a csajózás? Jegyzem meg, hogy nagyon tetszett a cipőd. Köszönöm. Nagyon jó volt. Na most képzeld el. Azt hiszem, hogy rajtam lesz a legmagasabb szárú cipő, de leköröztél. Na most Csabi, képzeld el, hogy az én kedves feleségem Erzsike úgy cikiskedett, hogy látod, kiröhögtek a fiatalok. Most akkor légy szíves, ezt mondd, hogy ezt tényleg komolyan gondoltad. De halál komolyan. Na, anya, nagyon most akkor jó mit szólsz? Kis, jó kis gumicsizma. Köszönöm szépen. Na, végre valami mosoly. Pedig tényleg az volt a célom egyébként, hogy majd rajtam lesz a legmagasabb szárú cipő, direkt azért vettem fel a legmelegebb szupra cipőmet, képzeld el, ami 3 darab tépőzár van, és felér a lábam szárának a közepéig, és akkor erre bemegyünk a színpad mellé, és meglátom, hogy még egy fekete gumicsizma van, ami a térdéig. Na, hát mondom szép. Ez nem gumicsizma, nem bőrcsizma különben. Tudom, én láttam, megcsapkodtad a szárát. Na, a fellépés végül. Ott tartottam, hogy, mi a véleményed na, magyarán akkor vegyük komolyra, hagyjuk az egészet, jó? Figyelj, most hagyjuk, akkor... Nem éri meg. Hagyj, ne foglalkozz vele. Hagyd a fenébe, nem éri meg. Na, várj, ezt nem mondjuk, mert a rádió hallgatók félreérték, Csabi. De hogyis mindenki érzi ezen, hogy vicc. Ez egy nagyon jó kis sztori. De majd elmeséljük, Csabi, egy pillanat. Te emlékszem még rá, Miki? Én emlékszem rá. Az eladóról beszélsz, a drága kávéfőző. Ah, tényleg a kávéfőző, hagyd, nem éri meg. No. Nem éri meg, ne foglalkozz meg. Hogy állsz a csajhozzá? Figyelj, ki akar lépni a kérdésem alul, anya, észrevetted? Milyen raffinál? Ne engedd neki. Csajozással? A csajozásra hogy állsz? Vagy hogy álltok a párkapcsolattal? Hogy állsz a csajozás? Igazából, mind a hárman azt gondolom, hogy komoly párkapcsolatban élünk. Tehát így ez a csajozás dolog, ez így... Jó, akkor most olyan 200 ezer csajszi elesett tőletek. Köszönöm. Ja, de egyébként nagyon szeretjük mindegyik csajt, hogy nyugodtan jöhetnek a levelek, írhatnak, hívhatnak, SMS-eknek, bármi. Nyugodtan. Uh-huh. Igen, szóval akkor komoly párkapcsolat. Most éppen egy hete komoly párkapcsolatban élünk. Fúj, de komoly, tombol az I love you akkor ezek szerint még nálatok, így van, nem? Így van. Jó, akkor még megszoktam azt is kérdezni, hogy az egészségügyi állapotok hogy van? Hogy vagytok egészségügyileg? Minden oké, fiatalok vagytok, szívek, minden vérnyomások, stressz, ilyenek, rendben van? Hát ha az előbbi 200 ezer hölgynek a szívének a recsenését nem számoljuk, akkor én szerintem igen. Tehát nagyszerű. Mindannyian rendben vagyunk. Csabikám, hogy telt a nyaratok? Jól vagyunk, utolsó információim szerint az öcsikének egyedül a telefonja van elég rossz állapotban. Csak nem vágta földhöz. Hát szegényke elejtette. Én is a múltkor elejtettem, de hát igen, meg kell csináltatni. Hogy telt a... Hogy egy iPhone 4-es készülékről van szó, az nem lesz egy rossz mulatság, de majd kitalál valami. Csabi, biztos. Csabi, hogy telt a nyaratok? Fellépések? Nagyon jól. Voltunk együtt is egy pár szó, tehát tudjuk, hogy azért elég rohanó életmódot folytattatok a nyáron. Igen. Hát április vége környékén kezdtük el a nyári buli szezont, aztán így ott elindultunk, és nagyjából a múlt hétvégén álltunk meg az utolsó közös buliba. Igen, igen. Hát ez a buli hát az fergeteges volt. Innen is csókoltatom a hangtechnikusokat. Mindenki, Attila is különbözőnek ők. De egyébként elmondom neked, hogy Erzsike hallgatja a rendező Mura Keresztúron, aki szervezte az egész Kovácsné, programot. Deák Kovácsné Erzsikét is tisztelettel köszöntöm. Kovácsné Deák Erzsike, igen. Én is tisztelettel köszöntjük. Tényleg nagyon jó volt a hangtechnikai. Most semmi cinikusság nem volt bennem. Nem értem, hogy miért gondolsz mindig ilyet rólam, Miki. Isten, én? Csavikám, hagyjad már ugyanná, hagyjad, nem fontos. Hát nem éri meg. Nem éri meg. Na akkor meséld el ezt a viccet gyorsan, légy szíves, mert a kedves rádióhallgatók félre fogják érteni. Rövidre meg. Várjál, hogy nem igazán emlékszek rá, de valami olyasmi lehet, hogy bemegy egy öltönyös fiatal ember egy kávézóba,
ahol mellesleg kávégépeket is árulnak, ilyen nagyon drága olasz kávégépeket, és hát oda megy az üzlet tulajdonosához, hogy ő szeretné ezt a kávégépet megvenni, aminek az ára mindösszesen 1.200.000 forint. És erre a tulaj azt mondja az ötvenyes úrnak, hogy nem éri meg, nem, de figyelj ide, hány kávét főztök egy nap? Mert mire az öltönyös megszól, hogy 5-10? Nem éri meg, ne foglalkozz vele. És hol laksz? Érden. Nem éri meg, ne foglalkozz vele, hagyd a fenébe, nem éri meg. Szóval hát ez lehet a... Igen, ez volt a poénja, persze. A poénunk, amit már hiszem, ilyen 3-4 hónapja mindig ellövünk egymásnak. De jó, rendben van. Na, Csabikám... Hoztak nekünk. Igen. Igen. Csabi, mi nálunk van egy olyan trendi, hogyha megtisztelnél minket, Attila is megtisztelt minket. Igen. Szeretnék neked mutatni valamit. Jó? Várjál csak, ha te messze vagy a rádiótól, akkor nem fogod hallani, de szerintem fogod hallani. Egy picikével menj közelebb, légy szíves, és akkor mindjárt mondom, hol van. Itt van. Ezt egy kicsit hallgassál bele, légy szíves. Sziasztok, Attila vagyok a Házi Buliból, hallgassátok ti is a Merci Rádiót, mert ott valóban csak magyar zene megy, a legkirályabb és a legnagyobb slágerek fiataloktól, középkorosztálynak, idősebbeknek és fiataloknak egyaránt Merci Rádió, a legjobb magyar internetes rádió. Hidd el, oly szépen. Nem tudom, hallottad? Ja, még csak most megy, igen, kicsit. Most hallgatom. Meghallgattam. Na, ezzel csak arra szerettelek volna kérni, hogy nagyon... Igen. Kitaláltam valamit. Most engedelmeddel elmondom, hogy mit, jó? Nagyon, de nagyon sok olyan rádió van, akik előadók képeit felrakják a rádiónak az elejére. Reklám szempontjából, igen, hogy hű, meg ha. És én kitaláltam, hogy én nem a képeket teszem fel, hanem azok az előadók, akik megfordultak nálunk a rádióban, akikkel mi beszélgetünk, és a dalaikat játsszuk, azokról egy spotot szeretnék leadni. És ha megtisztelnél vele, hogyha te most azt mondanád, amit akarsz. Amit akarok? Amit akarsz, igen. És akkor úgy, hogy a Magic of Music, ugye, mert hogyha azt mondod, hogy a Horváth Jóska, azt nem hiszem, vagy érted, szóval nem akarlak befolyásolni, egy spotot szeretnék tőled. Hát egy ilyen valamit vakeráljak fel, neked az a lényeg. Igen, csupa fül vagyok, jó? Ami a rádióról szól. Amit akarsz. Tessék, Csapó 1. Sziasztok, mi vagyunk a Magic of Music együttes, ez itt a Merci Rádió, ahol csak magyar zene szól. Hallgassátok! Köszönjük szépen! Köszönjük, Csabi! Eztet akkor rövidre... Ez kicsit rövid volt, mert nagyon nehéz lesz ez alá... Rövid? Igen, azért volt rövid, mert nagyon nehéz alá zenét rakni, tudod? Mert a ti dalatokból akarok majd valamit alá tenni. Mi? Jó, hát a mi dalunkból? Hát persze, hát azt teszem alá. És azért, hogy kicsit hosszabb szöveget azt, akkor az már jobb. És a ti dalotok fog naponta 3-4-szer a spotba szólni, meg a ti hangotok, meg plusz még azért naponta azért leadlak benneteket egy párszor. Ez azért jó nekünk, mert megy az időnk. Nem, hanem ezzel megtisztellek benneteket. Én is, meg ti is engemet. Oda visszalapom. Hát ez nekünk megtiszteltet is. Nagyon na, szépen köszönjük. Akkor Csapó 2? Hát próbálkozzunk, meg valamit megpróbálok. Na, itt élőben, hölgyeim és uraim, önök a Merci Rádiót hallgatják, a Baglyok randevúját, és most egy élő spot felvétel következik. Csapó 2. Sziasztok, ez itt a Magic of Music együttes. Hallgassátok a Merci Rádiót, ahol minden nap a legjobb magyar zenék, a legjobb magyar előadók és a legnagyobb magyar slágerek szólnak. Merci Rádió, 100% magyar zene. Hallgassátok. Sziasztok. Jaj, de jó volt. Nagyon jó. És nem izgultál? Nem hallatszott a hangján, hogy izgult volna. De bevallhatom férfiasan, hogy majd összekísértem magam? Nem hinni el senki. Nem baj, mert Attila de aranyos is. Vagy. Elmondom neked őszintén, Attila is egy kicsit izgult.
Legalábbis ezt mondta. Izgult. Legalábbis ezt mondta. Legalábbis ezt mondta, de hát mindenki azt mondta, amit akar. Bolero sütemény, tudod. Csabika, van olyan, amit nem kérdeztem meg tőled, és el szeretnéd mondani esetleg a kedves rádióhallgatóknak? Most éppen gondolkodom. Ez itt a reklámhelye. Ez itt a reklámhelye. Nem kérdezted meg, hogy mikor jelenik meg a harmadik nagy lemezünk. De. Na, de igaza van Csabikának. A lemezekről beszéltünk, és a fellépésekről is beszéltünk, az aranylemezről is beszéltünk. Mik a terveitek a jövőben? Lemez, fellépés, tévé. Tessék, akkor hármat összeveszük, jó? Hát ez egy pici meglepi lesz majd a jövőre nézve. Erről nem sok mindent szeretnék elárulni. Ó, ez jó. Ez volt a poén része. Egyébként hát dolgozunk gőzerővel a harmadik nagy lemezen. Aztán reméljük, hogy minél hamarabb a boltokba is tud ez majd kerülni. Igen. És akkor... Valamikor jövő év eleje környékére tervezzük egyébként a megjelenést. Hát a stílus, a dalok, az legyen meglepetés, én azt gondolom. Illetve a hát lesz majd valamikor nem sokára, ha jól tudom, tévéfelvétel is. 17-e után? Én úgy tudom. És akkor... Hát addigra azért már szeretnénk egy pár új dalt is elvinni a felvételre. Nyilván egy kicsit új stílusban, hogy meglepjük a nézőket. Értem. És kicsit népszerűsítsük majd a harmadik nagy lemezt is. Csabikám, a zsíros kenyérrel hogy állsz és a hagymával? Hú, nagyon szeretem. Te is? Nagyon szeretem. Hát tudni kell rólam egyébként, hogy én egy Borsod megyei fiatal gyerek vagyok. Mondhatni azt, hogy falusi, tehát fogalmazhatunk így, hogy falusi, úgyhogy én sokat ettem ilyet, és én nagyon szeretem a mai napig. De nekem van az egy külön receptem, én nem lila hagymával, meg nem paprikával, meg almával szoktam enni, hanem én mindig egy pici piros paprikát szórok a tetejére sóval, nekem úgy az anya, az igazi, az a zsánerem. Akkor piros paprikát is kell vinnünk. Csabika, aki a zsíros kenyeret szereti, az rossz ember nem lehet. És Borsod megyében megkérdezhetem a község nevét? Igen, megkérdezheted egész nyugodtan. A Miskolc melletti település, ezt Tiszalúcnak hívják. Tiszalúc. Igen, ismerem egyébként. Én Sárospatakon születtem, tehát én is borsodi. Oh. Hát vagyok, csak egy... Azért szeretitek a zsíros kenyeret. Kicsit idősebb, korábbi évjáratból. Azért voltam... Igen, mondjad csak. Ja, hogy azt kérdeztem, hogy te nem szereted a zsíros kenyeret? Én is szeretem a rántott húst. Hát, nem zsíros kenyeret. Hát így azért... De nem ám. Hát nem válogatok én, ha kell, megeszem a zsíros kenyeret is, meg a rántott húst is zsíros kenyérrel. Ja, rántott hús zsíros. De láttad, azt hogy... Azt próbáltam, de majd kipróbáltam. Hasra gyúrok, én észrevetted? Hasra, igen. Kockás igen, a hason. Pontosan. Csabika, azért mertem megkérdezni a zsíros kenyeret, mert Attilával megegyeztünk, hogy ő imádja a zsíros kenyeret, és ugye 10-én, ugye ti is elfogadtátok a meghívást a szülinapi partira. Igen, és ezúton is nagyon-nagyon szépen köszönjük a meghívást. Lesz ám meglepi ott. És Attila igen? Azt mondta, hogy egy szót se szóljak a videófelvételről. Na hát is már szóltad magad, drágám. Ez a nagy probléma. Na hát persze. Szóval az a lényeg, hogy ő házi kenyeret rendelt, igen. Házi zsírral, igen. És lila hagymával. A lila hagymát én biztosítom meg a szóval meg lesz, de akkor... Visszük a kenyeret, itt már a kenyeret. Zoli megígérte, hogy frissen sütött kenyeret, házi zsír. Kenyeret, zsír is lesz. Szóval ez lesz az lila-hagyma. A... Lila-hagyma is. Paprika. Azt viszünk. Csak sót neked. Is. Sót is. Hát azt nagyon szépen megköszönöm. Csabika, képzeld el, hogy ez lesz a közeljövőben az olyan prominens rendezvény, ahol hiper-szuper belsőség, szuper minden oké lesz, és zsíros kenyeret fognak enni a vendégek. Zsír. Zsír. Nem király, zsír. Zsír. Nem, lesz... pedig én azt hittem, hogy egy jó kis csülökpékné módra. Nem. Attila azt mondta, hogy nem szabad. Lesz. Lemondatta veletek az egész menüt? Nem. Minden? Igen. Azt mondta, hogy csak zsíros kenyér. Csak zsíros kenyér, de azért, aki zsíros kenyér mellett még akarna enni valami vegyes tálat, azért még jut neki, ugye, anyu? Én úgy tudom. Én nagyon reménykedem benne. Egy... Akkor maradunk a zsíros kenyérnél. Jól főznek egyébként a Ferenc Ferdinándba, úgyhogy... Jó. Nagyon finoman főznek. Az egy cseh restaurant, nem? Cseh?
Igen. Én mindig a cseh... Hát, hát ugye a figura nevéből kiindulva, akiről elnevezték, igen. Hát igen. Valószínű. De nem biztos ám. De. Lehet, hogy olasz étterem, nem tudom. Nem, csehszlovák, én tudom, mert gombócot is ettem ott, különben nagyon jól főznek, kipróbáltuk. És képzeld el, de várjál, hogy... itt vannak egyébként, hozzáteszem, hogy nagyon jók nédlit csinálnak, de itt van a... Igen, ettem ott, igen. Na, ugye? A legfinomabb nédlit, itt van fönt a Losonszki Szilvia, neki a fia, itt van a Galántaiak is, megjöttek a fészre, és tőle szoktam kapni knédlit. Mindig ő frissen megcsinálja nekem a knédlit, és hozza, hogyha valamikor ott Szlovákia közelében vagyunk fellépésre, mindig jön hozzánk, Csabika, és a Tibor hozza. Nem akarom itt. Nagyon szeretem. Nem akarom. Ugye? Nem finom is. Összefutott egy picit a nyálaszámban. Na, akkor majd kérek neked is. Na, nem akarom... Hát nagyon megköszönöm. Meg lesz, megoldjuk. Nem akarom reklámozni nagyon, de még Kaliforniából is hallgatnak tégedet most. Aha. Hát üdvözlöm a kedves kaliforniai hallgatókat is. Bizonyám, nagyon sokan, sok országból vannak. A minap most nem nézem meg, mert nem akarok számokat mondani, mert nem akarok, nem, ezt biztos, hogy zsíros kenyér parti november 10-én Major Zsanett zsíros kenyér kért. Parti. Meg Tibi Csuki, ugye mi? Igen, azt képzeld el, csináltam egy olyan felelőtlen kijelentést, hogy minden kedves vendégnek szeretnék ajándékba adni egy Tibi Csoki. Tudod, én nekem a Tibi Csoki a kedvencem. Neked is ajánlom, hogy próbáld ki a marcipánot. A marcipán szereted? Nem igazán. Akkor azt majd én eszem meg. Semmi gond? Na, teljes joghurtos dolgokért vagyok oda, csak így sugom, ha az ajándéknál járunk. Én úgy gondolom, hogy nagyon jól, szerintem jó interjú volt, Anya, ez nagyon komoly volt. Nagyszerű volt. Én... Legalább amit szerettek volna megtudni, talán meg is tudták. És én itt van, látod, milyen jó képet nagyon, tettek föl, igen, rólad. Az Erzsike nagyon jó fotókat rakott föl. Tényleg nagyon jó. Uh-huh. És én onnan tudom, hogy a visszhangból, hogy beszélgettem nagyon sok emberrel, és azt mondták, hogy nem csak a fiatalok szívébe loptátok be magatokat, hanem tényleg mindenkinek, minden korosztálynak a kedvére tudtatok énekelni. És azt hiszem, hogy... Ismét nagyon köszönjük, és nagyon örülünk neki. Mert a CD-n is úgy van összeválogatva szerintem, hogy minden korosztálynak való van rajta. Igen, erre törekedtünk. Ügyesek vagytok. Csabika! Igen, benne. Suzi Bolfan azt üzeni neked, hogy aranyosak, tegnap hallgattam a számaikat. Kaliforniai Suzi Bolfan. Aha, hát nagyon-nagyon szépen köszönjük, és üdvözöljük innen Magyarországról. Igen. Én meg majd volna, elküldöm neki. Kaliforniába Magic of Music-ot hallgatnak. Fognak, mert én azon kívül el is fogom neki küldeni a CD-teket, átmásolom is. Ezt a rádiót azért nem akarok számot mondani, de többen hallgatják most is, mint 20-an, szóval 20 ország. Amúgykor 31 volt, olyan 20 és 30 között változik. És azért ugye mi... És erre mondott egy falusi rádió. Már följöttünk városi szintre, Zalaegerszegre. Na jó, külvárosi. Nem, hát én nagyon büszke vagyok rá, de Csabi, elmondanám neked, ha hiszed, ha nem, 16-án lesz, hogy 6 hónapja itt ülök esténként. Hétköznap. Este 10-től adunk mindig élőadást. Ami azt jelenti, hogy nagyon-nagyon sok munkánk van ebbe a rádióba. És a kollégáknak is nagyon szépen megköszönöm az eddigi munkájukat, és arra törekszünk, hogy minél jobbak legyünk, és minél nagyobbak, és az én álmom, Csabi, most tényleg egy kicsit a rádióról beszélek, az, hogy bekapcsolod a rádiódat otthon, vagy az autódat, és hallgatod a Mercy rádiót. Szlovákiában... FM frekvenciára kerülni. Tessék? FM frekvenciára kerülni. FM, igen, ezt szeretnénk FM-re kimenni. Hát csupán... ez egy nagyon szép dolog, és én azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó kezdeményezés, ez a rádió, mert azért nem sok olyan rádióról hallani a Magyarországon, akik ilyen előadókkal foglalkoznának, ilyen előadókat játszanának, mint amilyeneket ti. Hát mi magyarokat. És akkor az utolsó kérdésem, Csabi, mi a véleményed a 100%-os magyar zenéről, a Mercy rádióról? Egy kicsit szeretnélek tégedet is hallgatni. De még mielőtt válaszolnál rá, nekem van még egy kérdésem. Tessék. Parancsolj. A Losonszki Tibi most kérdezi Galántáról, Szlovákiából, hogy most is van tulajdonképpen knédli, küldje-e? Kinek? Csabikának? Igen, úgyis éhes vagyok.
No, ez volt az én kérdésem, a másikra pedig akkor a Mikinek válaszolhatsz. Bocsánat. Tehát, hogy tetszik nekem ez a 100% magyar zene. Igen. Nem hogy tetszik, hanem mi a véleményed? Én megmondom őszintén, hogy én ennek nagyon örülök, hogy van Magyarországon ma legalább egy ilyen rádió, mert tényleg azt gondolom, hogy Magyarországon vagyunk, és egy magyar előadó az magyarul énekeljen, és a magyar rádió pedig magyar zenét játszon, mert nem gondolnám, hogy értelme lenne annak, hogy olyan dalokat hallgassunk, aminek fogalmunk nincsen arról, hogy miről szól maga. Tisztelet maga a kivétel, mert most már nagyon sokan beszélnek angolul. Igen, és egy bizonyos százalékot én sem azt mondom, hogy nem lehetne a többi rádiónak is, hogy játszon esetleg angolul vagy más nyelven, de ebben tökéletesen igazad van. Hogy Magyarországon játszanak magyar nyelven a rádiók. Így van. Igazából én is beszélek angolul. Azt gondolom, hogy ez a mai világban ez egy alapdolog, hogy valaki legalább az egyik világnyelvet beszélje, de azért azt gondolom, hogy nem vagyunk olyan szintű tudás birtokában, hogy egy dal szövegét miközben hallgatjuk, értelmezni is tudjuk mondjuk idegen nyelven. Igen, ez nekem igaz. Nekem ebben a legnagyobb problémám, és amikor egy magyar dalt hallgat az ember, akkor ugye nyilván érti a szövegét is, és átérzi, hogy miről szól tulajdonképpen ez a dal. Mert amikor egy külföldi előadó külföldi dalát meghallgatod, akkor csak azt hallod, hogy milyen szép dallamos a refrén, milyen jól meg van hangszerelve, de fogalmad nincs róla, hogy ez a szerencsétlen miről próbál neked énekelni, mit próbál neked átadni. Egy jót nem is lehet rá sírni, igaz? Mert nem tudod azt az érzést átvenni. Tehát a dallama, igen. Így van. Az csak a szöveggel lehet igazából átadni, ami teljesen más, mert azért más fordításban fonetik meg átszóhozni, de akkor is teljesen más értelem az, amint így ő van, az anyanyelvén hallgatja valaki, meg más, amikor igen. Idegen nyelven. Csabi, én nagyon-nagyon őszinte leszek most, mert ez az a rádió, hogyha lesz egy kis szabadidőd, azért esténként bekapcsolhatod, és meghallgatsz minket, hogy egyáltalán milyen őszinték vagyunk mi a kezdes kis közönségünk között. Megígérem neked, Mikikém, hogy amikor lesz időm, akkor be fogom kapcsolni a rádiót, és fogom hallgatni. Nagyon-nagyon kellemeset. Én nagyon őszintén mondom, most ha megharagszol rám, ha nem, én nagyon kellemeset csalódtam benned. És megmondom miért. Mert akárhányszor találkoztunk, ugye az Attila is azt mondta múltkor az interjúban, hogy röhögünk, nevetünk, táncolunk, süteményt eszünk, meg sorolhatnánk. De alapban ilyenek is vagyunk. Mert akkor annak van az ideje. Igen, és most ez az interjú engemet nagyon meglepett, és olyan határozottan nagyon jól válaszoltál a kérdéseimre, és nagyon jó válaszokat adtál. Voltak éppen, én nem akartalak nagyon bevinni az erdőbe, nehogy félreértsd, mert én azért tiszteltelek meg, én nem akarlak szétszedni, mert vannak olyan kérdésekkel, hogy hú meg hű, és én nem azért hívtalak meg. Én arra azt szerettem volna, hogy a kedves közönség, azok az emberek, akik hallgatnak tégedet, minket, hogy ismerjenek meg egy kicsit közelebbről. Értetted, hogy mi a szándékunk ezekkel igen, a beszélgetésekkel? Igen, nagyon örülök is neki, és köszönöm szépen, mert hogy felhívtatok. Mert ezek a beszélgetések nem arról szólnak, hogy játsszuk az agyunkat, értesz valahol, és ne a frankót mondjuk, hanem megtudták a közönség, hogy te a tejszínes csokit szereted, vagy például szereted a zsíros kenyeret, vagy például, hogy hová valósi vagy. Teljes joghurtos csokit. Ezzel csak azt akartad mondani, hogy 10-én, ha valaki veled akar csokizgatni, akkor ezt vigyen neked ajándékban? És téged le lehet csokizni. Igen, és nagyon szeretem a gyümölcslevet is. Azt is imádom. Jó, de alkoholt nem iszunk, igaz? Mert senki se iszik. Nem. Jó. Antialkoholista vagyok. Helyes. Jó. Még egy utolsó kérdés is tényleg, békéhajlag. Azt mondtad, hogy apunak szólítod az Attilát. Igen. Akkor igen. Ezek szerinti nagyon, de nagyon jó kapcsolatban vagytok? Napi szinten? Igen, mondhatnám azt, hogy erről egy kicsit. Mi egy nagy-nagy család vagyunk. Tehát így 3 éve mióta mi megismertük egymást, folyamatosan mindig egyre szorosabbá vált ez a kapcsolat, aztán eljutottunk arra a szintre, hogy akármilyen gondunk, bajunk, problémánk vagy örömünk van, akkor ezt mindig egymással osztjuk meg először. Uh-huh. És így kialakult ez a családi viszony, aztán így egyszer nem is tudom, hogy hárman közül ki volt az, aki először úgy szólította Attit, hogy apa. Aztán ez úgy rajta ragadt. De azt tudod, hogy minket is apának és anyának szólítanak? Igen, láttam. Azt hiszem, délután, amikor benéztem a
az oldalatokra csapott, akkor láttam, hogy anya, apa. És azt is tudod, hogy mi többet beszélgettünk most, mint az Attilával, ugye? Igen. Igen, mert most 23 óra, 28 van anya. Igen, ami de azt jelenti, hogy egy órát beszélgettünk. 37-kor kapcsolkodtunk. Nagyon, ugye elszaladt az idő, hogy észre se vettük. Hát tényleg egyébként, tehát én abban hibben voltam, hogy egy olyan negyed órája beszélgetünk. Nem, hát mi beszélgetünk. Ez az igazi beszélgetés különben. Csabikám, ha meg szeretnéd hallgatni ezt a nagyon-nagyon kellemes beszélgetést, ami ma este történt kettőnk-hármunk között, különben Attilának is azt mondtam, 6 szem közt, és azért jó páran azért hallgatták. Jó, hát 6 szem közt. Holnap délután 17 óra 40-kor van ismétlés. Akkor most itt nem tudom hány hallgató füle hallatára megígérem neked, hogy én holnap délután 17 óra 40 perctől az adás ismétlésének a végéig oda leszek ragasztva a szék elé, ami a laptopom előtt nagyszerű. Van, és végig fogom hallgatni ezt az adást, és nagyon szépen köszönjük. Csabika, édesem, arra készül föl, hogy a Miki ebből föl fog kérdezni akkor. Nem. Most legközelebb biztos Csabi, vagyok várom, benne. Várom a telefonhívást. Miki, édesem, Attil, Csabi, legközelebb, Csabi, hogyha nem találkozunk, akkor 10-én várlak a piros paprikával. Jó, rendben jó. Van. De most csak piros paprikát fogok enni, vagy lesz hozzá zsíros? Zsíros kenyér is hát lesz. Viszünk egy kis kenyeret is. Mondom, ez sütik, meg van rendelve a házi kenyér és a házi zsír mindenféleképpen, mert az az igazi, attól finomabb úgy sincsen. Ez az igazi, igen, a házi disznózsír. Így van. Az lesz, igen. Szóval akkor le fogjuk egymást csokizni, zsíros kenyerezni, ez lesz az... Így van. A legnagyobb prominens parti, ahol zsíros kenyérrel fogjuk a vendégeket szórakoztatni, és egy kis zenével. Csabikám, nagyon szépen köszönöm, hogy megtiszteltél minket ma este. Én köszönöm, Miki, hogy felhívtatok, hogy megtiszteltetek ezzel, hogy az élő rádióadásba ilyen jó nagy butaságokat beszélhettem. Nem volt butaság, nem. Nagyon aranyos voltál. Nagyon-nagyon szépen köszönöm. Én nekem nektek az... is, meg a hallgatóknak is a figyelmet, meg hogy végighallgattak, hogy kérdeztek. Nagyon örülök neki, hogy ennyien megismernek minket, meg ennyien szeretnek. Én azt vettem észre, hogy nézem a számlálót, mert nekem ám van ám az is. Azt te igen. Tudod? És nem tudtam, azt rádiószámláló. Hát azért hallgató. Látom azt, hogy egy ember nem ment el. Tehát végighallgatták. Ami azt jelenti, hogy megtiszteltek minket a kedves csetelő barátok, a csetelőkről beszélek, anyu, nem a külső hallgatókról, hogy végig itt voltak velünk. Wow, és aztán a Szilvia áig... Nagyon-nagyon szépen megköszönjük. Én is megköszönöm a kedves csetelő barátainknak. Hölgyeim és uraim, önök a Merci Rádiót hallgatják, az éjszakai baglyok randevúját a vonal másik végén a Csabika Magic of Musicból. Várjál, figyelj! Magic of Music. És akkor hallgass, és az lenne a kérésem, Csabikám, hogy egy picit gyere be az oldalunkra, tiszteljél meg minket, hát ha odaszólnak neked egy pár jó mondatot a lányok, az urak, jó? Rendben van, megbeszéltük. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, Miki, hogy csináltatok. És hallgassál minket továbbra is, mert ti fogtok szólni. Puszilla. Jó? Hát annak meg külön nagyon örülünk. Puszilla, na hát. Szia, drága. És akkor ezzel a dallal szeretnék önöknek nagyon-nagyon szép estét köszönni. Magic of Music.
szíves, hisz így szeretlek. Vidámnak és kedvesnek lássalak, ha nem leszel velem. Nehéz most messze menni, de könnyebb elviselni, ha rád majd így emlékezel. Önök a Merci Rádiót hallgatják, hölgyek, urak, 23 óra 35 perc van, és híreket mondunk. Anya, híreket mondunk. Ez a nap is eltelt. Köszönjük szépen a hírbeolvasónak, Hegedűs Erzsének, a híreket hallották, és a baglyok randevúja. Mi az a baglyok randevúja? Azt kérem, hogyha nem tud aludni, vagy nem tud kávét főzni, kérem, kapcsolja be, érdemes, 100% magyar zene. Matulik Mária egy nagyon szép, kedves levelet írt a kedves Csabi barátunknak, de nem csak a barátunk, hanem a, nem is a Csabinak, hanem az egész Magic of Music zenekarnak, de inkább szerintem a Csabinak szól, ez beolvasom engedelmükkel. Nagyon klassz a műsor, és gratulálok a fiatal együttesnek. Sok sikert kívánok nekik, és örülök, hogy példát mutatnak a fiataloknak, és mindenkinek igazi példaképek. Öröm volt hallgatni. Nektek további szép estét kívánok, nagyon sok szeretettel, nagyon szeretlek benneteket, most mennem kell, ma lesz. Ma lesz, nagyon szépen köszönjük ezt a nagyon jó kis beírást. Nem csak ez az egy beírás van, hanem nagyon sok, és hogyha a Csabi bejön hozzánk az oldalra, akkor ő is meg tud róla győződni, hogy hányan tetszett, hány embernek tetszett ez az interjú. Na itt a Csabi, nézd oda, Csaba Turóci. Sziasztok! Nem győzöm olvasni a sok bejegyzés és a kommentet. Nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy ennyien meghallgattátok az interjút, és természetesen dicsérő szavakat, és jó érzés, hogy ennyi ember szeret bennünket. Csabi, hogyha lefele mész, akkor nagyon sokáig kell lefele menned, üzenem neked innen a messzi távolból, mert kimerem mondani, kimerem állítani, mondani, hogy a mi oldalunk a környéken a legjobb oldal, ami azt jelenti, hogy ez úgy pörög, hogyha ide hajnali kettőkor évsz, az itt akkor is vannak, a tengeren túliak, ugye anyu? De nem csak ott, hanem délután is, délelőtt is, napközben ez az oldal él, és nincs benne politika, nincs benne semmiféle csúnya pornós, hanem egy kicsit konzervatív, és ezt nagyon szeretik a kedves rádió hallgatók, azaz a csetelők a Facebookon. Csabi, jó szórakozást szeretnék neked köszönni, kívánni, és még egyszer nagyon szépen köszönöm, hogy a drága idődet fecsérelted ránk, de én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon kellemes este volt, anya, igaz? Én úgy érzem, nagyon kellemes nagyon, volt. Nagyon-nagyon kellemeset csalódtam a Csabiba, mert megismertem a Csabinak a komoly oldalát, anya. Az, hogy tudod, komolyan nagyon jó frappáns válaszokat adott nekem, és nem mondott egy segyik kérdésemre se az, hogy nem. Menjünk a kérésekkel, mert mindjárt ránk esteledik. Önök még mindig a Merci Rádiót hallgatják. Nagy Imréné Gyöngyike egy mixet kér a Magic of Music-tól. Hú, hát ez egy nagyon jó, abban van minden. Amiben musicalek is vannak, igen. Azt írja, és a Herből és STB sok-sok-sok apró. Tehát akkor megy a dal. Csendüljön akkor a Magic of Music. Vagy így is mondhatnánk, hogy Magic of Music. Yeah. Az árvaságba krémület, büntetés a felnőtt élet, a sorsomat
most hogy vonszoljam én egy magam? Láthatatlan villanás nem vezet már kézem fogva az éj sötét.
Önök a Mercy Rádiót hallgatják, hölgyek, urak, és remélem, hogy mindenki nagyon jól érezte magát. Én nagyon egyre jobban kezdem érezni magamat, anyu. Én meg nagyon sok magánlevelet kaptam itt a cseten, és azt írják, többen azt panaszolják, hogy nagyon kevés szó esett a Magic of Music többi tagjáról igazából, és nem köszöntöttük őket eléggé szerintük. Sziasztok, gyerekek! Sziasztok! Igen, sziasztok. Akkor most ezt pótolnánk mindenféleképpen, szeretettel üdvözöljük őket is, puszíjuk innen a messze távolból, illetve a kedves anya, hallgatók nevében. Hogyha Csabi hall minket, akkor biztos vagyok benne, hogy hallgatja még a rádiót. Nekem lenne egy olyan konstruktív javaslatom, hogy a közeljövőben majd egyszer egyeztetünk egy időpontot, amikor össze lesztek, hogy mind a hárman. Igaz, anya? Igen, majd úgy is. És akkor úgy lenne a korrekt, és akkor kihangosított telefonnál nyugodtan tudunk beszélgetni, és akkor úgy is, ahogy a kollégák, ugye, bent lesz a hölgyecske, meg az öcsike. Na hát a messzi távolból akkor nagyon ügyes a zenekar, és nagyon jók voltatok, jó a Csabi, és hát most olvasom, hogy miket írnak Csabitkának. Hát én büszke vagyok a Csabira, megmondom őszintén, nem csak a Csabira, hanem azokra az előadókra, akik, tegyük fel, van egy oldaluk, vagy csinálnak egy oldalt az előadóknak, ugye, és van olyan előadó, tisztelet a kivétel, hozzáteszem, hangsúlyozom, hogy be se néz, pedig tudja, hogy van egy olyan oldal, anya. Uh-huh. És nagyon sok prominens előadó, nagy sztár egyszerűen nem hajlandó beszélgetni a rajongókkal. Én remélem, hogy pont ezért fogják azokat elfelejteni hamarabb, és azokat az embereket, azokat az előadókat, akik foglalkoznak és ápolják a rajongók lelkivilágát is egy icipicikét, azokat pedig örökké szívükbe zárják, és nem fogják elfelejteni egy könnyen, hiszen itt is nagyon sokan vannak, akik, mint ugye mondom, hogy az én csetemre kérik a kívánságokat, és bízom benne, hogy van olyan dal, amit például nagyon-nagyon sokan kértek. Hát a 220 felett. Igen, és megkérdezték tőlem, hogy ezt a dalt le lehet-e még játszani, mert beszéltünk róla. Hát hogy ne lehetne lejátszani, nagyon szívesen adjuk Kovács Zsuzsinak, Marosi Mariannak, Nagy Zsanettnek, Kovács Zsófikának, akik itt beírtak nekem a csetre, akkor szóljon a 220 felett című dal, és a Magic of Music-tól, de üzenem a Csabikának, és az egész zenekarnak, és mindenkinek, akik zenélnek, és hétközben, vagy hétvégén van egy fellépésük, és a két fellépés között van egy óra, és van 100 kilométer. Kérlek, ne siessetek, nehogy valami baleset legyen, azért megy ez a 220, akkor menjen? No, na. Na, hát akkor csendüljön. Cirkusz.
És akkor megy tovább a Magic of Music, Szandika énekel nekünk. Csak szerelem. Érted, születtem, Magic of Music. Én nem tudom, miért történt mindez így. Melyik volt a döntő pillanat, ami összefűz most két utat? Te láttad szívem őrült vágyait, ami annyi fájó éven át láncra verve társra nem talált. Minden csillag porrá hullhat szét, jöhet bármi szörnyű vég. Érted élni, véled halni, ezért én nyughatatlan szív.
kezébe tart. Minden vágyam csak te hozzád. Önök a Merci Rádiót hallgatják, hölgyek, urak, és a Magic of Music volt a vendégünk ma este a zenekarból, legalábbis a Csabi. És ezzel a dallal szeretnék önöknek köszönni, azaz, de nem ezzel a dallal szeretnék önöknek nyugodalmas jó estét köszönni, vagy jó éjszakát, mert én úgy gondolom, hogy meg szeretném tisztelni Tillinger Attilát, és egy Tillinger Attila dallal szeretnék búcsúzni, ugye, drágám? Így van. Megérdemli, mert én ezt a csodálatos kis csapatot ő indította útjára, és ennek nagyon-nagyon örülünk, hogy ilyen sikerrel. Na hát, és a legújabb dalát szeretném önöknek, az Ugye visszatérsz. Fogadják sok szeretettel. Szállsz nélkülem, mit vársz, hol félsz, hol sírsz, csak képzelem, hogy hívsz. Ugye visszatérsz majd hozzá, és minden meg tovább, és úgy lesz, mint volt akkor régen. Visszatérsz majd hozzád, úgy élhetünk tovább, hidd el, oly szépen. Hol volt, hol nem volt egy csodás érzelem. Szétszólt vágyaink, nincs vége még, kérdezem. Ugye visszatérsz majd hozzád, és minden megy tovább, és úgy lesz, mint volt akkor régen. Visszatérsz majd hozzád, tovább, hidd el, oly szépen. Ugye visszatérsz majd hozzám, s minden megy tovább, és úgy lesz, mint volt akkor régen. Visszatérsz majd hozzám, úgy élhetünk tovább, hidd el, oly szépen. Önök a Merci Rádiót hallgatják, hölgyek, urak, a Baglyok Rendezvúja, és nagyon szépen köszönjük a megtiszteltető figyelmüket, hogy egész éjjel velünk voltak és hallgatták a Merci Rádiót.
A mikrofonnál Hegedűs Erzsébet volt. És Train a Miki, és hozzáteszem, hogy azok, akik nem tudtak beírni, hiszen nem a csoportban vannak, hanem csak kívülről hallgatták a rádiót, remélem, hogy ők is nagyon jól szórakoztak. Azt hiszem, hogy ők is beírhatnak néha-néha egy kis kommentet, nyugodtan. És akkor mindenkinek kívánok nyugodalmas, eredményekben gazdag, mézes, mázos éjszakát, és továbbra is hallgassák a Merci Rádiót. A Jóisten áldja meg a magyarokat a földön mindenhol. Amen. Repülj, madár, repülj, keresd ki, messze él. Ti hazájától távol van, de ereiben magyar a vér. Szívében még tiszta, hol hun legendát rejt. Egy igaz magyar ember, ki soha semmit nem felejt. A láthatatlan bélyeg ott ragyog a homlokán. Ki magyarnak született, nem felejti el talán. Mit ősi vére diktál, hogy védje a hazát. Bárhol él a világban, énekli himnuszát. Isten áld meg végre a magyar, soha semmi rosszat nem akar, mégis félben gázolt a lába, a történelem mocsarába. Nyújts feléje védő kart, uram, magyar ne legyen boldogtalan. Bárhol is fél a nagyvilágba, adjon Isten áldást reája. Felé szakadt a magyar nemzetünk, hát fohászkodva kérünk, segíts nekünk Istenünk. Ne engedd el kezünket, vezess a jó úton, hogy szívünkben érezzük, még ma is összetartozunk. Bárhol is él a nagy
világba, adjon az Isten áldást reája. Már
bánat járja, mert elhagyott engem, aki szerette. Nem tudom, hogy merre járok, talán egyszer rád találok, és rendbe hozom ma az életem. Minden éjjel az utcát járok, ne fájjon a szívem. Éli bábként tűz fel néked, majd eltűz hirtelen. Egy pillanatra azt hittem, hogy itt vagy még velem. Van vége, az ébredésnek van veszélye, mert rájövök, hogy magamra maradtam. A szememre nem jön álom, az utcát hiába járok, mert nem tudlak én elfeledni már. Minden éjjel az utcát járok, ne fájjon szívem. Téli bárként tűz fel néked, majd eltűz hirtelen. Egy pillanatra azt hittem, hogy itt vagy még velem. Kell, 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 hogy engem szeress. Hiszem,
már mindent tudok, gyereknek lenni nehéz dolog, ezért kívánom mindenkinek én. Legyen boldog a világon minden gyerek, soha ne sírjanak, mindig csak nevessenek. Legyen boldog a világon minden gyerek, mindenki szeressen, mindenkit szeressenek. Vagyok a szerencsének, a legjobb anya, apa lett enyém. Tegyünk meg érte mindent, mit lehet, s kívánjuk minden gyereknek, hogy boldog családba születhessenek. Legyen boldog a világon minden gyerek, soha ne sírjanak, mindig csak nevessenek. Legyen boldog a világon minden gyerek, mindenki szeressen, mindenkit szeressenek. Legyen boldog a világon minden gyerek, soha ne sírjanak, mindig csak nevessenek. Legyen boldog a világon minden gyerek, mindenki szeressen, mindenkit szeressenek. Hogy könny szökjön szememben, amikor újra látlak én. Miért kell, hogy fájjon úgy a szívem, mikor már régen elment én. Álmaimban még mindig látlak, olyankor visszavárlak én. A szívem majd még megtanulja, hogy te már nem vagy az enyém. Hát menj, csak menj, csak utadon. Miért mentél, el nem kutatom. Hát menj, csak menj, ha menned kell, az idő hoz majd gyógyulást. Hát menj, csak utadom. Fájdalmam én nem mutatom. Hát menj, csak menj, ha menned kell, ne nézz vissza rám. Úgy tettem, mintha nem is látnám szemedben a könnyeket, mintha nekem nem is fájna az, hogy tőled elmegyek.
álmaimban még mindig látlak, olyankor visszavárlak én, a szívem majd még megtanulja, hogy már te nem vagy az enyém. Hát menj, csak utadon, miért mentél, el nem kutatom. Hát menj, csak menj, ha menned kell, az idő hoz majd gyógyulást. Hát menj, csak utadon, fájdalmam én nem mutatom. Hát menj, csak menj, ha menned kell, ne nézz vissza rá. Csak utadon, miért mentél, el nem kutatom. Hát menj, csak menj, ha menned kell, az idő hoz majd gyógyulást. Hát menj, csak utadon, fájdalmam én nem mutatom. Hát menj, csak menj, ha menned kell, ne nézz vissza rám. Ne nézz vissza rám. Amikor belém beledőltek a falak,
összeér egyszerre kelet és a nyugat. Megtehetjük mi is, hogy jó döntést hozunk, ha nem is akarják, mégis összefogunk. Országunkért tesszük a lelkünk rajta, reméljük mindenki ugyanazt akarja. Az országunk, megyünk megérte, amit tudunk, összefogva többet érhetünk el. Szívügyünk az országunk, mi itt élünk, itt az otthonunk, gyermekeink is itt nőnek majd fel. Szívügyünk az országunk, tegyünk meg érte, amit tudunk, összefogva többet érhetünk el. Szívügyünk az országunk, mi itt élünk, itt az otthonunk, gyermekeink is itt nőnek majd fel. Éjszakába magyar vén, és most a lábad járja, felejtél, nem épp a gondot mára, csak járd a táncot, mulass most velünk. Ne sajnáld, hát ma a tapsot tőlünk, mi nékünk, most ez a fizetségünk, dobjuk sútba minden gondunk, bajunk, csak járd a táncot, mulass most velünk. Gyere, 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 porra vérünk, gyere, 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 egyszer élünk, amíg élünk, vidámak legyünk. Hey! Gyere, 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 porra vérünk, gyere, 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 egyszer élünk, amíg élünk, vidámak legyünk. Itt van már az új és régi nóta, orvosod neked receptre írta, amikor a muzsikát meghallod. Csak járd a táncot, mulass most velünk. A szíved majd ide nem fog fájni, amikor a lábad elkezd járni, mert a nóta gyógyszer minden gondra. Csak járd a táncot, mulass most velünk. Gyere, 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 forra vérünk, gyere, 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 egyszer élünk, amíg élünk, vidámak legyünk. Hey! Gyere, 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 forra vérünk, gyere, 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 egyszer élünk, amíg élünk, vidámak legyünk. Gyere, 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 forra vérünk, gyere, 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 egyszer élünk, amíg élünk, vidámak legyünk. Hey! Gyere, 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 forra vérünk, gyere, 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 egyszer élünk, amíg élünk, vidámak legyünk. Amíg élünk, vidámak legyünk. Hey! Gyere, 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 forra vérünk, gyere, 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 egyszer élünk, amíg élünk, vidámak legyünk. La 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 la. Amíg élünk, vidámak legyünk.
azt jól tette, a pálinkát megteremtette, hogy az ember bánatát elfelejtse. Inkább járok a kocsmákba, mint a gyógyszertárakba, hogy ír találja ki a bubánatomra. Kocincsunk mindenkinek jót kívánva. Húzzat hát cigány, csak sírjon az a vonom, a pálinka a hangunkat meghozza. Együtt sírunk, nevetünk, hisz így mulat a magyar, tegyük el a gondjainkat máskorra. Üres a zsebem, de ne foglalkozz vele, feltalálták a hitelt a kocsmában. Nincsen nagy vagyonom, de azt is elmulatom, nem hiszek majd vagyon át más világra. Hey! A jó Isten azt jól tette, a pálinkát megteremtette, hogy az ember bánatát elfelejtse. Gyógyszer annak minden cseppje, véré válik ereinkbe, hangulatunk is vidámabb lesz tőle. Igyunk hát mindenki egészségére. Húzzak hát cigány, csak sírjon az a vonom, a pálinka a hangunkat meghozza. Együtt sírunk, nevetünk, hisz így mulat a magyar, tegyük el a gondjainkat máskorra. Üres a zsebem, de ne foglalkozz velem, feltalálták a hitelt a kocsmába. Nincsen nagy vagyonom, de azt is elmulatom, nem hiszek majd vagyont át más világra. Hey! Sírjon az a vonom, a pálinka a hangunkat meghozza. Együtt sírunk, nevetünk, hisz hímlat a magyar, tegyük el a gondjainkat máskorra. Üres a zsebem, de ne foglalkozz velem, feltalálták a hitelt a kocsmába. Nincsen nagy vagyonom, de azt is elmulatom, nem viszek majd vagyon át más világra. Nincsen nagy vagyonom, de azt is elmulatom, nem viszek majd vagyont át más világra. Szerencse kegyeltje, szép az ő családja, büszke is rehája, rokonai boldogan vigyázza. Szereti a jóbort, meg a muzsikát, személyben ott csillog a csalafintaság. Szép Fehér megyében, Miriszló faluban, éli ő boldogan világát. Szereti a jóbort, meg a muzsikát, személyben ott csillog a csalafintaság. Szép Fehér megyében, Miriszló faluban, éli ő boldogan világát. Szerencse fia, a Csíp Tomi, lottóját minden héten feladta. Puszták a számot, és csodák csodája, ő minden telibe találta. A jó ember, a jó Isten is megsegíti, adott a boldogsághoz szerencsét is neki. A jó ember, a jó Isten is megsegíti, adott a boldogsághoz szerencsét is neki. Erdély magyar, igaz ember, Csíp Tomi a szerencse kegyeltje. Szép az ő családja, büszke is reája, rokonait boldogan vigyázza. Szereti a jóbort, meg a muzsikát, személyben ott csillog a csalapintaság. Szép Fehér megyében, Viriszló faluban, éli ő boldogan világát.
csal a fintaság. Szép Fehér megyében, Vinisló faluban élél boldogan világán. Szerencse fia, a csíp Tomi lottóját minden héten feladta. Húzták a számot és csodák csodája, ő mindet telibe találta. A jó embert, a jó Isten is megsegíti, adott a boldogság, a szerencsét is neki. A jó ember, a jó Isten is megsegíti, adott a boldogság, a szerencsét is neki. Szereti a jogurt, meg a muzsikát, szemében ott csillog a csalapintaság. Szép Fehér megyében, Vinisló faluban, élél boldogan világ.